A Baja Bezdán csatorna rendszerének komplex fejlesztése hatalmas előrelépés, hiszen az elmúlt évtizedek során nem történt hasonló jellegű vízgazdálkodási befektetés. Ogroman značaj realizácie ovog projekta proizilazi pre svega iz činjenice da će na ovaj način biti povećan stepen odbrane od poplava i u tom kontekstu mi imamo također dva aktuelna projekta koja se tiču nabavke mobilnih brana od poplava. Jedan realizujemo i završavamo tokom ove godine zajedno sa Mađarskom, nabavka 2,5 km mobilnih brana od poplava. Također, paralelno sa tim, započeli smo realizáciu projekta sa Hrvatskom, također IPA prekogranični projekat. A projekt egészének befejezése lehetőséget teremt a hajók közlekedésére a Dunán, a Baja-Bezdán csatornán keresztül. Ez az illetékesek reménye szerint a gazdaság és az idegenforgalom fejlődését is elősegítheti. Grad Sombor u prethodne 4 godine imao jednu vrlo uspešnu realizaciju projekata prekogranične saradnje, daleko uspešniju nego u prethodnom periodu. Iza nas je oko 7 gotovo realizovanih projekata, neki su tek započinju i u tom smislu za ove 4 godine preko 10 miliona eura uloženo je upravo iz sredstava Evropske unije za realizaciju ovakvih projekata. A beruházás megvalósításának több jelentősége lesz. Egyik az árvízvédelmi rendszer megerősítése, valamint a szállítás és az idegenforgalom fejlesztése is, mondta Igor Mirovics, a tartományi kormányelnöke. Završili smo u nešto bržem ritmu i prevodnicu Šebešfoki. Ovo će značiti i za sistem odbrane od poplava, i za transport u ovom delu kanala, i za turizam, za nautički turizam, za sve druge važne društvene funkcije koje su vezane za sve ono što se dešava na kanalu i oko kanala. A fejlesztés a Magyarország és Szerbia közötti határon átívelő IPA program keretében valósult meg. A projekt összértéke 8,7 millió euró.